beszélgetünk majd egy kicsit. Most pedig nézzük mi is a bevonuló menetet, melynek élén Debrecenváros címeres kocsi halad. Rajta Miss Hajdú-Bihar foglal helyet. Debrecen a nap és fényvárosa, erre az egy hétre azonban a virágoké is. A kompozíció tervezésekor a legfőbb szempont az volt, hogy a fényjáték a megfelelő hangsúlyt kapjon. Az ólóművek technikával készült város címer már a karnevál védjegyévé vált. A Főnix jelképezi a városnak minden vészből, pusztulásból való megújulását. A nap a halhatatlanság és az erő szimbóluma. A kocsi a hagyományoknak megfelelően mindig a karneváli menet élén halad. És táncosok kísérik a város címerét hozó autót. Természetesen ők is nagyon sokat készültek arra, hogy ezen a szép napon itt lehessenek, és nagyon ősiesen kiállnak az eső és a szél dacára, és vonulnak büszkén, nagyon-nagyon jókedvűen. És ezt a kocsit követi majd még sok-sok gyönyörű alkotás, amiben valóban kiderül majd a későbbi órák folyamán, hogy mennyi munka, mennyi energia, mennyi tervezés, mennyi álom, és főleg mennyi virág foglal helyet ezeken a kocsikon. Nagyon sok mindent megtudhatunk Debrecen történetéről, és nagyon sok mindent megtudhatunk a virágkarnevál történetéről hamarosan, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk ezen a napon, és természetesen bízunk abban, hogy akkor is, hogyha önök jobb időben vannak, 11 óráig velünk tartanak, és azok közül a kocsik közül, azok közül a virágkocsik közül, amit itt a műsor folyamán, vagy itt a helyszínen láthatnak, kiválasztják majd azt, amelyik az önök számára a legkedvesebb, hiszen szavazhatnak. Igen, 10 órától érdemes majd a telefont kézbe venni, és elküldeni annak a kocsinak a sorszámát, amelyik a legjobban tetszik. Nagyon fontos, hogy a 16-ból az első két kocsira nem lehet szavazni, az összes többire viszont igen, egy alapdíjas SMS formájában, ez pedig a 0620 2220-as telefonszám, amelyen keresztül célba juttathatják véleményüket.